Üdvözlöm Önöket, ma a Földbe kalandozunk, hiszen a régészetről beszélgetünk. Maradjanak velünk! Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Régészeti ásatások sok helyen folynak az országban, műemlékeink, nemzeti kincseink környékén, romok és épületek közelében még mindig van mit feltárni a múltból. A már a műsorunkból megismert műemlékeink közül Somogyváron és Ozorán kezdenek el nem sokára munkálatokat. Ozorai Pipóvára és Somogyvár Bencés kolostorának maradványai. Két csodálatos műemléke Magyarországnak. Az egyik egy különleges építmény a páratlan szépségű tolnai lankák között, egy megbújó friss vízű patakokkal átszelt településen. Nem csak a táj gyönyörű, de a vár is. Ez volt a kora reneszánsz építészet első magyarországi épülete. És ez az egyetlen is, ami a mai napig fennmaradt. A másik pedig a 19. század egyik legnagyobb és legelegánsabb létesítménye volt a maga korában. A Szent László király építette Szent Egyedről elnevezett hatalmas bazilika és Szent Benedek rendi kolostor. Látszólag semmi közös nincs bennük, pedig mégis. Mindkét műemlék nagy pillanatok előtt áll. Nem sokára Ozorán és Somogyváron is elkezdődnek a munkálatok, amelyek megszépítik ezeket a műemlékeket. Ozorai Pipó várkastélyának a rekonstrukciója során bővül a kastély együttes turisztikai szolgáltatásainak köre, és a reneszánsz épület közvetlen környezete is megújul. Reneszánsz élményház, valamint interaktív vártörténeti kiállítások létesülnek, megtörténik a várkastély melletti egykori várárok, várfarak, tábláskertek, a kissé távolabbi kulakert, valamint az Eszterházi kocsma történeti hitelességen alapuló rekonstrukciója. Somogyváron megépül majd a térszint alatti felvezető kiállításoknak is helyet adó látogatóközpont, a nagy befogadó képességű parkoló, a felvezető út és a kertek parkok rendezése során szabadtéri rendezvényekre szolgáló színpad létesül. És bár mindkét helyen történtek ásatások a múltban, a nagy beruházások előtt újra az archeológusok foglalják el a területet. Ozorán 1981-től csak nem 20 éven keresztül folyt a régészeti munka és a falkutatás Feld István vezetésével, majd sor került a teljes helyreállításra. Később 2008-ban is voltak itt ásatások. Somogyváron 1972-ben kezdődtek meg a régészeti feltárások Bakai Kornél professzor vezetésével, és több mint két évtizeden át kutattak ott a múlt eltemetett emlékei után. És szinte biztos, mindkét helyen lelnek még kincseket a jövőben. Kincseket, melyek közelebb visznek a múlthoz, és még jobban megismertetik velünk közös történelmünket. Mai műsorunkban pedig az archeológiáról és a régészetről fogunk beszélgetni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Major Balást, régészt, történészt, arab kutatót. Jó estét kívánok, szervusz! Jó estét. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Magyarország területén rómaiak, hunok, kunok, avarok, több vallás, több kultúra is az, ami itt az elmúlt 1-2-3-4 ezer év alatt megfordult. Nem feltétlen kell elhagyni szerintem az országhatárokat azért, hogy valaki szép, értékes leleteket gyűjtsön. Nem, elképesztő mennyiségű lelet van még mindig Magyarországon, és műemlék, ami régészeti kutatásra is szorul. Tehát az, hogy mit egy ennyire stratégiai ponton vagyunk, Európa szívébe közepén egy nagy átjáróház, és egyébként kelet-nyugat találkozása sok szempontból, tehát itt az őskortól kezdve, akár a középkort is említhetem itt a latin, meg a ortodox kereszténység határán. Tehát ez mindenképpen egy rendkívül izgalmas és érdekes terület, annak ellenére is, hogy ebből az átjáróházból következik, hogy a műemlékállományunk, hát az mondjuk úgy, hogy eléggé le van harcolva, tehát lásd ugye, hol van nekünk olyan középkori városaink, mint mondjuk
nálunk boldogabb népeknél, franciáknál, meg angoloknál, mint történelmileg boldogabb népeknél, nálunk azt a török rendesen legyalulta, ami meg mondjuk érintetlenebbül maradt, ugye a felvidék, Erdély, stb., hát az meg most nem tartozik hozzánk. Tehát mi itt maradtunk, itt egy ilyen meglehetősen lepusztult terület közepén, talán, és hát valószínűleg ezért is rendkívül fejlett nálunk a régészet, nálunk mindent bokáig érő romokból kell visszalegózni, míg mondjuk Olaszországban, hát ott állnak a katedrálisok, templomok, ott sok esetben is régész, hanem művészettörténész foglalkozik a középkornak azzal a szeretével, amit nálunk tényleg úgy kell a földből kitermelni. Igen, viszont ahogy mondtad, ott nem volt török kor, nem volt tatárdulás, nálunk viszont van Ozora és Somogyvár. Hogyha ezt a két települést, illetve régészeti központot nézzük, ott miket lehet még találni? Egyik sem igazándiból szakterületem, de egészen biztos vagyok benne, hogy még rengeteg mindent lehetne találni. Tehát mindkét helyen alapvetően, ahogy az egyébként lenni szokott máshol is, a kezdeti régészeti kutatások a főbb objektumokra koncentrálnak, tehát Ozorán ugye a várra, Somogyváron is ott a bazilika lett föltárva, de emellett, hát amiről az elején beszéltem, tehát ott van a középkori település, ami az egészet életbe tartja. Annak is vannak házai, templomai, aztán kolostorok, amik hozzátartoznak, tehát Ozorán is a ferences kolostor. Rengeteg olyan objektum, aminek a kutatása által válik majd értelmezhetővé az a gyönyörű vár, amit mondjuk most ott Ozorán látunk szépen helyreállítva és berendezve. A másik fontos ezzel kapcsolatban, hogyha már előtt ez a két téma, érdemes megemlíteni, hogy a régészet akkor igazán szép, hogyha nem csak egy ilyen öncélú tudományos kutatás, hogy lesz belőle majd egy-két eldugott publikáció valahol, hanem abból valamit vissza is adunk a nagy közönségnek, és ezért fontos, hogy egy-egy műemléket úgy kutassunk, hogy annak utána legyen valami hasznosíthatósága, és a helyi közösség meg a látogatók együtt profitálhassanak belőle. Tehát adott esetben be kell rendezni, élvezhetővé kell tenni a várat, és erre mondjuk egy nagyon jó példa Ozora, ahol egyszerűen, ha bemegy az ember, akkor kap egy ilyen késő gótikus reneszánsz élményt, és hát ez lenne a kutatás egyik nagyon fontos cél, hogy ne csak kiássuk, visszatemessük, és aztán valamikor publikáljuk, hanem adott esetben ugye be is mutassuk, és egységbe gondolkozzunk. Tehát objektum és a környezete az mindenképpen fontos. Ehhez még csatlakozhat az, hogy mondjuk megpróbáljuk visszaállítani a középkori tájnak egy-egy szeletét, vagy ha lehet az egészet. Javítsd ki, hogyha én ezt rosszul gondolom, de azt hiszem, hogy háromféle régészeti terület lehetséges, talán egy városi építkezés környékén, egy nagyvárosban, illetve ugye most szó volt Ozoráról, illetve Somogyváról, egy régi rom környékének a kikutatása, illetve egy olyan terület, adott esetben mondjuk egy alföldi, magyarországi alföldi terület, ahol akár, mit tudom, 2-3 ezer éve semmi nem volt. Jól gondolom ezt, hogy ez lehet ez a három terület? Igen, azért rengeteg mindenféle alfaj van, és hát ugye a régészeti kutatás módszerének is van több lépcsője, tehát van mondjuk, vagy fajtája, tehát van a tervásatás, amikor szépen higgadtan az ember valami tudományos kérdésre választ keresve nekiáll, és egy szűz területen elkezd ott ásni. Van az, amikor, és hogyha optimális esetben elég forrás van, akkor azt nyugodtan szépen végig tudja vinni a saját menetrendje szerint. Ugye van a leletmentő feltárás, amikor valami beruházás miatt hihetetlen sebességgel illen elvégezni, ugye, és mások által meghatározott időkeretben a kutatásokat. És bocsánat, éppen azért van arra szükség, hogy egy nagyvárosi építkezés előtt kimenjenek a szakemberek és kutassanak. Igen, mindenképpen fontos, hogy főleg egy városnál, ami általában azért az korábban is lakott volt, ott legyen régész szakember és figyelje az építkezés menetét. Sok esetben előre tudjuk, hogy ott tényleg van is valami, tehát ott nem potyára fog kivezénylődni a régész és csapata, hanem ott tényleg egészen biztos, hogy műemlékek vannak. És hát ebből jön el ugye a harmadik kategória, ami egy ilyen köztes valami, tehát az, amikor úgymond hitelesítő feltárás, tudjuk, hogy ott már valami volt, valaki meg is ásta mondjuk egy részét, de most nincsen semmi belőle a föld fölött, mert menet közben ott történt valami a területtel, és szeretnénk megnézni, hogy is nézett ki az ásatás, esetleg befejezni. És Magyarországon van
olyan terület, ahol tudjátok, szakemberek tudják azt, hogy biztos, hogy ott volt valami, de valami oknál fogva még soha senki nem kutatta azt a területet. Hogyne, rengeteg. Ugyanis a régészethez nem csak maga az ásatást, azért, hanem például terepbejárás, ugye ez, amikor nem bolygatom meg a földet, csak megyek a felszínén, és a felszíni leletekből, maradványokból, mit tudom én, itt nem csak kerámiára kell gondolni, hanem habarcsfoltok egy szántóföld közepén, meg tégla elszórva, az elképzelhető, ott elég valószínű, hogy akkor ott valami régi történelmi építmény található, és innentől kezdve én tudom, hogy az létezik. Tehát egy-egy településhez adott esetben több száz ilyen lelőhely tartozik, amiről még soha nem ástunk meg, de tudjuk, hogy ott van. És vagy légifotóból kiderült, tehát például ugye ez a késő római város, amit légifotók alapján azonosítottak és bizonyítottak Bertó Gábor kollégámék, ugye Baranyában, Jóvia feltételezhetően, ez mindenképpen egy olyan... Ez az a régi római település, amit nem olyan rég találtak meg ezzel az új technikával? Hát ez néhány éve, ez légifotók alapján, ezt aztán lehet finomítani ugye földadarral, magnetométerrel, ugye ezeket a dolgokat, de légifotózásra egyébként rengeteg minden előkerült. A mai napig tudjuk, adott esetben ismerjük a város szerkezet is, mert tényleg kirajzódik a gabonatáblába, de még nem lett megásva, tudjuk, hogy meg kéne ásni, de hát ugye ez pénz, idő, tulajdonjogi kérdés is, hiszen ezeknek a földeknek a nagy többsége az privát terület, és azt ki kéne vásárolni, stb. És akkor utána, hogy lesz az bemutatva. Tehát sok esetben ilyenkor azt mondja az ember, hogy természetesen inkább maradjon ott, amíg biztonságban van, nyugton van, addig maradjon ott. Egyébként a másik dolog, hogy a régész az nem feltétlenül ás ki mindent. Tehát sok esetben tényleg csak törekszünk arra, hogy annyit ássunk ki belőle, amiből megismerjük az egész lelőhelyet, a történetét, az anyagi kultúráját az ott élőknek, de egyébként adott esetben visszatemetni, békén hagyni. Szerintem jönnek még majd olyan korok, lehet, hogy nem is sokára, amikor adott esetben ásatás nélkül is 3D-ben látni fogjuk, hogy mi van, és pontosabb rétegtani térképeket tudunk készíteni, nélkül nagy földmunkákat végeznénk, és elpusztítanánk a lelőhelyet, hiszen egy régészeti ásatás az tulajdonképpen a lelőhely legteljesebb pusztulását szokta jelenteni, hiszen mi mindent kitermelünk onnan, és onnantól kezdve az, ahogy ott évszázadokon keresztül volt, már csak a mi jegyzeteinkben és dokumentációnkban létezik. Egyébként maga a technika fejlődése a régészek munkáját mennyire mozdította elő? Hát rendkívüli módon, tehát nem csak a légifotózás. Milyen új technikák léteznek? Ugye említetted itt ezt a légifotózást, a röntgen, ultrahang technikákat. Hát nem annyira új már ez a légifotózás, hiszen 20-as, 30-as években ez elkezdődött, a régészeti témájú légifotózás, meg a régészeti célból készített légifelvételeknek a visszakorrigálása és ugye léptékhelyessé visszatorzítása, de ennél mondjuk recensebb technológia tényleg a földadar, a magnetométer, ugye az egyik az radar hullámokkal, annak a visszaverődése, sebessége, stb. Segítségével tapogatja le a föld alatti objektumokat. Ugye a magnetométer meg hát a talajellenás mágnesesség alapján rajzol ki nekünk dolgokat. Azért, hogyha egészen pontos képet szeretnénk kapni, az ásatás az kispórolhatatlan per pillanat, de ezek mindenképpen rendkívül módon megkönnyítik az embernek a munkáját. Sok esetben egyébként ezzel találunk meg dolgokat, tehát nekünk nyáron volt most Sárisápon egy úgymond hitelesítő ásatásunk, egy ókeresztény kápolnát szerettünk volna megtalálni, amit 1926-ban kiástak, és ott még méter magasan álltak a falak a helyi nénik elbeszélése szerint, de ma már nincsen semmi és a föld fölött. Sok fa? Hát 45 után a kommunisták, nem a bombázások, miatt? Itt a kommunisták elpusztították, mert hogy a klerikális reakciónak nem maradjon Sárisáp határában nyoma, elpusztítottak egy kvázi ókeresztény sírkápolnát, emiatt pedig szerintem nem sokat. És széthorták a köveket? Így van, igazán egy sarkát találtuk meg, és az összes többit azt elhorták, hát a helyiek elmondása alapján lehetett rekonstruálni itt a történetet, de az látszott, hogy egyszerűen az alapfalakat is kiszedték, az apszis például teljesen hiányzott, csak a lősz volt a helyén. És ugye alapvetően erről szólt volna a dolog, de már az, hogy ezt a kápolnát pontosan be tudtuk lőni, hogy hol van, és nem kellett össze-vissza felszabdalni a területet, hogy kutatóárkokkal rátaláljunk, gyakorlatilag szinte centipontosan megtaláltuk a földadar magnetométer segítségével, a radarképek visszalettek mérve a területre, és tudtuk, hogy akkor nekünk ez az északnyugati sarok kell, akkor hol húzzuk a szelvényt, tehát nagyba gyorsítja, hatékonyabbá teszi, olcsóbbá teszi a munkát, és mivel megradoroztuk az egész dombtetőt, hogy akkor már megnézzük, hogy mi van a környéken,
település, vagy temető, vagy akármi. Igazándiból a kápolnától egy 100 méterre volt egy hatalmas elektromágneses anomália, amit ráástunk, és hát ott egy római kocsi sír került el, aminek a feltárását Mráv Zsolt barátunk végezte a Nemzeti Múzeum régész, aki ebbe a témába rendkívüli módon járatos, és Magyarországon föltárt eddig egyik legépebb és legteljesebb in-situ kocsi sír került elő, 4 lóval, 4 vadászkutyával, stb. Tehát ez valószínűleg ott figyelt volna még a lőszbe, vagy 1000 évig, mert ugyan átment rajta egy ilyen felszíni szelvényünk, ahol ott a talajfoltokat figyeltük, csak valamiért ennél a kocsi sírnál egyszerűen nem volt elszíneződés a lőszbe, tehát úgy nézett ki a visszatöltött föld, amit a kocsi sír fölé töltöttek, mint az egyébként bolygatatlan altalaj, tehát ezt felszíni foltok alapján kizárólag, hogy megtaláltuk volna. Miért lesz valakiből régész? Szerintem erre relatíve könnyű válaszolni, mert az emberek többsége, az legalábbis egy jó része, azt kell, hogy mondjam, hogy gyerekkora óta, vagy legalábbis gyerekkorában szeretne régész lenni, és hát ahogy ezt szokták mondani többször is kollégák, vannak, akik ugye aztán felnőnek, és vannak, akik azok maradnak, tehát az, én azt hiszem, hogy nem kell különösen magyarázat arra, hogy az ember miért szeretne régész lenni, egy rendkívül izgalmas, érdekes téma, ami egybe hát mindenképpen egy humán dolog is, tehát végül is a őseink maradványaival foglalkozunk, azokat emeljük ki, és itt nem csak hogyha sírokról beszélünk, akkor gondolom, hogy fizikailag kapcsolatba kerülünk elődeinkkel, hanem régen volt emberekkel, hanem azoknak az építményi, anyagi kultúrája is mindenképpen egy rendkívül izgalmas és személyes dolog. Téged igazából a kincskeresési vágy az, ami motivált, vagy annál az egy picit több? Nem, engem soha nem a kincskeresés érdekelt, és igazándiból a nagyon látványos és izgalmas lelőhelyek se vonzottak annyira, mint inkább az apró munka. Tehát az, hogy mondjuk nem egy hatalmas keresztesvár feltárása, hanem annak a környezete, annak mondjuk az azt körülvevő vidéki település hálózat, a falvak, a mezőgazdasági egyéb infrastruktúrának a kikutatása, hogy mi volt az a finom szövedék hálózat, ami egy-egy ilyen nagy vár életét lehetővé tette. Tehát nekem a doktorim is erről szólt, erről az apró munkáról, amit most is rendkívül módon szeretek, tehát járni a vidéket, és így találni új dolgokat, ami mondjuk nem egy Attila sírja szintű dolog, de adott esetben több és hasznosabb információt hordozhat az adott kor teljes társadalmáról, mint hogyha egy nagy látványos leletet megtalál, mondjuk kincsleletet. Neked a szakterületed az inkább Arábia, Szíria. Miért éppen azokat a területeket választottad? Ez szintén egy gyerekkori történet, engem világéletemben a középkor érdekelt, és elsősorban a várak, egyébként ezzel szerintem sokan vagyunk így, és hát hogyha az ember logikusan gondolkozik, akkor a középkoron belül szerintem a legszebb és legizgalmasabb kor az a keresztes hadjáratok kor, amikor van egy szép, kifejlett, egészséges, még fölfelé ívelő európai civilizációnk, ugye akkor születik a gótika, stb. A korszak legszebb várait akkor kezdik el építeni, és ez kimegy egy olyan területre, ahol még egy utóvirágzását élő muszlim civilizációval találkozik, ugye a Szentföld ráadásul, tehát ahol évezeres történelme van, tehát az emberi civilizáció talán a legfontosabb bölcsője, és akkor itt ez a két civilizáció találkozik egymással, 200 évig egymás mellett együtt élnek. Engem ez érdekelt világéletemben, és akkor mellesleg ugye létrehozzák a korszak legfantasztikusabb erődítményeit. Ugye a harci zónába ott ment az investálás mindkét oldalról, és ezek hatalmasak, látványosak, kulcsa zárható állapot vannak, és hogy engem világéletemben az érdekelt, hogy hogyan éltek ott együtt az európaiak és a keletiek. Van-e esetleg valami olyan kutatási terület, vagy valami olyan álmod, amit nagyon meg szeretnél találni? Itt most nem konkrétan mondjuk Attila sírjára gondolok. Azt szerintem nem is az én feladatom. Arra vannak abban a korszakban járatosabb szakértők, én alapvetően középkoros vagyok. Hát én ezt így nem mondanám, ugyanis rengeteg minden van, ami érdekel, izgalmas. Szeretnénk befejezni azt, amit elkezdtünk Szíriába, tehát a Margöti vár teljes feltárását azért még generációkra ad elegendő munkát, és hát van rengeteg olyan apró munka, amit el kéne végezni. Vannak olyan
olyan területek, ahol régóta mentek az ásatások, de még hiányoznak dokumentációk, még fontos területeket kell feltárni. Ezeket csapatmunkával meg lehet majd csinálni. Most az egyik legfontosabb feladatunk, hogy itt az egyetemi oktatásba a Pázmány Péter Katolikus Egyetem most indult régész tanszéken a lehető legjobb hallgatókat neveljük ki. Mi volt a legizgalmasabb munkád eddig? Hát a legizgalmasabb az szerintem a szíriai ásatásunk a Margati várba, ami mind a hely miatt, mind a téma, mind pedig ugye maguk az emlékanyag, ami előkerült, amiatt azt hiszem, hogy tényleg egy rendkívül fontos dolog. Itthon Magyarországon egyébként milyen régésznek lenni, milyenek a lehetőségek? Ahogy ezt most itt végigbeszéltük az elmúlt percekben, az alapanyag az rendkívül jó. Tehát rendkívül színes, gazdag anyagi kultúrával, régészeti lelőhelye halmazzal rendelkezik a Kárpát-medencének ez a középső része. Az egy más kérdés, hogy nyilvánvalóan régésznek lenni egyébként általában sehol nem könnyű, tehát a világ legtöbb országában ez az éhen haló szakmák kategóriájába tartozik, viszont rendkívül izgalmas, és elmondhatjuk, hogy tényleg azzal foglalkozunk, hogy mondjuk már gyerekkorunk óta izgat és hobbi, tehát ebből a szempontból szép mindenképpen, és még azt azért hozzátenném, hogy nekem az a tapasztalatom itt ezzel az elmúlt évek ásatásaival, amit elsősorban ugye Szíriába folytattunk, hogy ennyire lelkes, ennyire hozzáértő és jó csapatot én nem hiszem, hogy tőlünk nyugatabbra levő országokba összetudtunk volna hozni, mint ami összejött mondjuk itt a szíriai Margatvárának a feltárására. Tényleg lelkesedésből, tényleg szakma szeretetből, és tudom, hogy miről beszélek, mert én a nagy-britanniai Cardiffba csináltam a doktorimat, tehát ottani kollégákkal is jó vagyok, járok nem nemzetközi konferenciákra, mindenki el van hűve a sikereinktől, de ez a csapatnak köszönhető, egyébként ez a másik szépség a régészetnek, hogy eszmetlen jó csapatba dolgozni együtt, kint a friss levegőn, szabadba, már éppen nem városi feltáráson van. Mindenkinek tudom ajánlani ezt a szakmát, tehát aki ilyen élményekre vágyik, úgyhogy én azt mondom, hogy szép itt régésznek lenni. További sikeres ásatásokat, jó munkát kívánunk! Köszönjük szépen, hogy elfáradtál ide. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva, de addig se feledjék, az állam vagyona, a nemzet vagyona, a nemzet pedig mi vagyunk. Viszontlátásra!